két magas fiú, látszólag jól bemelegítve, és abszolút készen a bunyóra. Piros felszerelésben Keszalak, Szlovákia színeit képviselve, kékben pedig Oroszországért harcol Gasparian. Hát akkor hajrá! Urak, pacsi megvan, rendkívül korrektek, most két percig adhatnak egymásnak. Keszalak indul, de ebben az összekapaszkodásból nem lett semmi. Keszalak a sarokban, jól kijön, megpróbált kontrázni Gasparian, keresztbe ütni. Egyelőre csak méregetik egymást is a távolságot, hogy komoly megindulás azért nem volt, próbált egy Asibarajt eladni Gasparian. Inkább csak próbálkozás volt, hogy megnézze, mit reagál rá Keszalak. Az első fél perce relatív eseménytelenül telik, de azért a fiúk rendesen próbálgatják egymás máját, azaz távolságát. Összekapaszkodásból ezúttal sem lesz semmi. Na lássuk. Keszalaknak volt egy Tétova kísérlete lábra. Ő van lenne a sarokban, nagyon erő tartja az első kezét. Próbálkozott egy keresztbeütéssel Gasparian, de nem találta el. Le is megy a mérkőzés fele, anélkül, hogy értékeltő akciót láttunk volna. Keszalak újra a sarok fele orientálódik, nagyon szeret ott lenni. Gasparian inkább középen, ez a testsugás lesz szépen hát hárítva megfogva Gasparian részéről. Mindenketten egyszerre hajoltak le, hopp egy kicsit ki. Ment az egyensúlyából, megbotlott Gasparian, olyannyira, hogy a lábvédőjét is meg kell igazítani, de ha már így alakult, akkor Keszalak is szerelést igazít. 44 másodperc van vissza a mérkőzésből, és ez lett az első találkozó, talán nem láttunk értékeltő pontot, pedig az Element úgy jött, hogy igen. Én örülnék neki, már annak, hogyha lenne pont, gondolom a nézők is. Lássuk. Azért az kérdés, hogy mennyire volt kontrollált az ütés. Igen, most meg kell vizsgálni Gasparian, mert nem magától ment hátra a feje. Igen, ez nem volt kontrollált ütés. Ahogy mondtam, fejre csak és kizárólag úgy szabad, hogy gyakorlatilag mindenhova, hogy teljes kontrollal, ezben meg azért volt kraft, hát hátra is bicsaklott rendesen az orosz fiúnak az arca, de hát nem abból a fából faragták, hogy ezért orvos kérjem, hogy abba adja. Utolsó fél perce fordultunk rá. Kérdés, hogy Gasparian föltüzelte ez az ütés, ez a kontroll nélküli Jordan Cuki. Lássuk, ugye ráfordulunk az utolsó 15 másodpercre. Ez a rúgás nem volt jó Gaspariantól, megint le van Keszalak a sarokban. Próbál kijönni, megint próbált ütni. Lábkisöprés. Rendesen ment a pörgésforgás itt az utolsó 10 másodperce fordulva. Egyik lábát már fogta Gasparian Keszalaknak, és a másikat kihúzta. Szerelés igazítás. Verdikt azt, hogy mehet tovább, nem volt semmi. Ez viszont így az utolsó másodpercekre szintén semmi, ez a rúgás nem volt meg. Alig 3 másodperc van vissza ebből a döntőből. Na, nézzük, lesz-e még értékelhető próbálkozás? Nem. Hát lement ugye az első kadett finálé, hogy nem láthatunk értékelhető találatot, de ettől függetlenül nem volt ezért rossz mérkőzés. Mind a két srác beladott apait, anyait, és úgy látták a székbírók, hogy ez bizony egyértelműen az orosz fiúnak volt köszönhető a sok akció és a látvány, így Gasparian nyeri ezt a döntőt. A 70 kg alattiak küzdelmét Oroszország húzza be. Íme egy aranyérem Eduard Gaspariannek. Második lett tehát Keszalak Dominik, és még egy döntő van itt a fiatal győztes